Peti, ez egy olyan projekt lesz, hogy mit szólnál egy olyan térképhez, mondjuk a film.hu-n, a magyar.film.hu-n egy olyan térkép, amiben vannak jelölve, hogy hol forgatták a Budapest, hát ez még csak egyelőre Budapesten a filmeket, de ez kiterjeszthető lenne Magyarországra is. Hogy te néznél egy olyan térképet, amiben be vannak jelölve ilyen helyszínek, meg lehet nézni, hogy hát ez most a Kertész utca 53-ban volt, ebbe az épületbe, vagy a Vidán Parkba, vagy nem tudom, hogy akármilyen helyszín, és mondjuk a filmből részletek, hogy ez a jelenet ez ott volt, ma így néz ki, és ilyen infókat erről ezekről a helyszínekről. Egy Google Maps-es alkalmazás? Hát, ez még tulajdonképpen azon lenne a legegyszerűbb, mondjuk Google Maps-en akkor. Hát, az biztos, hogy érdekesnek érdekes, mert ugye a atmoszférája egy műtárnak is önmagában beszokta, az azért, amiért a műtárt piac működik. És a film az meg egy még keresett egy médium, tehát az biztos, hogy ez abban biztos látok esélyt, hogy ez egy ilyen gyorsan, exponenciálisan növekvő dolog lehessen, ami el tud terjedni az interneten, mert ennek van egy blikfangja. Igen. De hogy te magad rámennél és nézegetnéd mondjuk? Tehát, hogy mondjuk, hogy fú, ez a film mondjuk itt volt, vagy itt volt? Szerintem a saját lakóhelyen körzetében mindenki megnézni, aki eljut ehhez a dologhoz. Tehát, hogyha nem is konkrétan a filmre keresne az ember, de a saját lakóhelyen körzetében biztos, hogy rákeresne. Tehát szerintem ilyen szempontból biztos, hogy jó volt. Ugye a lokális dolgokat mindig jobban csípik az emberek. Uh-huh. És te mondjuk adott esetben töltenél föl infót? Tehát, hogyha ilyen crowdsourcing alapú lenne, hogy a felhasználók is tölthetnek föl képeket erről mondjuk pont, akit érdekel, hogy a saját körzetében mik történtek, és utána néz és felteszi. És mondjuk te ilyet csinálnál? Én magamat is kell, biztos, hogy bustalanék hozzá. De az általános tapasztalatom ilyen dolgok az, hogy ez működhet egyébként. Hogy az embere válogatja nyilván, de tényleg jó ötlet. Érdekes. Te el tudnád képzelni, hogy valaki ez fú, igen. Megnézem és feltöltöm, és utána nézek. Aha. Értem. Ez érdekes dolog. Nem hallottam még a sorról. Értem. És ha mondjuk össze lenne kötve a... Tehát, hogy úgy lenne érdemes, hogy szerinted, hogy már egy meglévő honlapnak a részeként, tehát mondjuk a magyar.film.hu, vagy egy meglévő adatbázis, ahhoz kapcsolni egy térképet, vagy külön így magába? Egyszerű mindenképpen, hogyha valamihez hozzákapcsoljátok. Ugye valamire egy lovat megülni, könnyebb, ha már valaki betörte. De az biztos, hogy attól függ, mi a célja. Az, hogyha ez egy... Hát, hogyha nagy Isten hasznot akartok húzni belőle, akkor nyilván volt csinálni, de az is biztos, hogyha ezt költeszitek egy befutott filmes portálnak az oldalára, akkor ez egy stabilan a dolga lehetne. Uh-huh. Adott filmi a célotok alá. De tetszik, egyébként jó volt tenni. Oké. Okay. Egy ilyen Google Maps-szerű. De viszont megcsinálni, az azért egy komolyan. Hát igen, ez még képlékeny. De mondjuk, hogyha, nem is tudom, hogyha megnézi az ember egy filmet, mondjuk fú, én mondjuk megnéztem a Gotár Péternek az Idő van című filmét, és akkor így rámegyek a filmpontus adatbázisára, a filmnek a kis honlapjára a film.hu-n, és akkor ott kidobja, hogy wow, ott a térkép, meg lehet nézegetni, hogy ez adna valami pluszt ahhoz az élményhez, amikor egy filmnek nézed így az adatlapját? Tehát, hogy összekötni... Ja, mondjuk egy portmontúra föltenni ezt? Hát, mondjuk nem felmond portmontú, de végül is az is. Ahhoz tartom magam, amit elmondtam, hogy igazából szerintem ez az úgy... Én abban látnék ebben nagyobb, tehát ilyen látogatóerőt, hogy aki ehhez hozzájut, akkor az első gondolat szerintem az lenne az emberek többségének, hogy legyen mondjuk a Szabolcs utcával, akkor most ott mehetünk a Szabolcs utcai alagút, ami rengeteg filmben van, és akkor lenne ott egy lista, hogy melyik filmekben van. Az uh-huh. Érdekes. És szerintem ez nem tudom, ebben a részekben gondoltak, de ez biztos, hogy lenne egy
egy látogató jelű, viszont ez egy egyszerű megnézés, ugye? Uh-huh. Igen. Az, hogy valaki minden film után megnézze, az már csak azért is gyanúsabb, mert ugye azért a magyar filmeket nem nézik olyan nagy számba. Viszont nemzetközileg megcsinálni ez viszont egy szállatosan komolyan jó. Uh-huh. Viszont furcsa, hogy az IMDb-nek nem jutott még eszébe. Igen, igen, pedig igen, tehát érdekes lenne. És hogyha már azt akartam kérdezni, hogy mondjuk szerinted hogy visszahatna-e a magyar filmek népszerűségére ez a térkép? Tehát, hogy mondjuk maga a térkép lesz egy olyan erő, hogy az emberek rászmények, hogy úristen, mennyi minden történt itt ebbe a városba, ebbe az országba, és hogy ezeknek mind lenyomatai a filmek, de ezek a terek ma is köztünk vannak, mi ezekbe közlekedünk. Hát úgy mindenképpen, hogyha az adott kollega megnézi a környékén, mondjuk a város részben, hogy mik voltak, akkor és meglátja mondjuk a megáll az időt, hogy ezt itt forgatták a környékünkön, akkor szerintem tudja meg fogja nézni ezt a lehetőséget. Uh-huh. Úgyhogy végül is igen, a válaszom. Uh-huh. Úgyhogy mindenkit érdekelnek a helyi dolgok. Igen, igen. Úgyhogy igen, a válaszom. És a másik kérdésem, hogy abban mondjuk látsz a potenciált, vagy szerinted az érdekesen, hogy mondjuk ilyen generálna mondjuk ez a térképnek hát útvonalakat arra, hogy mondjuk, mit tudom én, kijelölsz egy teritoriumot, és azon összeköt neked egy útvonalat filmes helyszínekből, és mondjuk azt így végigjárni. Igen, igen, a környéken. Uh-huh. Szerintem általában az emberek, hát bocs, hogy csak ezt a környék szót használom, csak ez az, ami szerintem hatás. Nem, ez tök rendben van. Uh-huh. Igen. Ugye a családja, meg a környéke, meg azért. Hát mindenki a család saját, hogy kis világa érdekel, és ez azért az átlagpolgárnak azért ez egy elég szűk réteg, a saját kis perspektívái. Az biztos, abban biztos vagyok, hogy ha valaki ezt megtalálja, vagy olvassa valahogy, hogy van ilyen, aki elküldi nekik, akkor az első dolga az, hogy beüti a saját környékét, és azokat azok közül a filmek közül megnézhet, meg fog nézni néhányat. Uh-huh. Azt tüti. És nem jutna el hozzá máshez a film. Igen. Mert ugye nehezen tudom elképzelni, hogy rendszeresen beszélnek arról, hogy itt forgatták, mondjuk a haláki dolga perzsia volt a teraszon, és akkor annyira erős kultusza nincsen itt a magyar filmeknek. Viszont így megismerhet újakat. Uh-huh. Úgyhogy ez talán jó volt lesz. Persze, Moksi. Megmondasz valamit? Vagy? Na, szerintem ennyi nagyjából, amit most részem, hogy megszól, hogy megírom. Oké. Okay. Köszi. Köszönöm.